Hello mindenkit, viccelek és az UVF. Azaz, unatkoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt TF2 gameplay sorozatnak 125. része, azt hiszem. És pont azt néztem, hogy megint van Halloween-es effekt. Vagy ez most mi a fene? Megint van Halloween-es effekt. Vagy ez most mi a fene? Jó, valakinek a fejére ugrottam, de komoly vagyok! Ilyet én sosem csináltam, ezt tetszik nagyon. Na viszont most megint van Halloween, mert megint váltogatja a színét a sapkám. Ez most mi? Vagy hát jó, nem Halloween, úgy értem, tehát hogy ünnepnap van, vagy most ez mi? Teli hold van? Vagy nem értem. Na mindegy, viszont valakinek a fejére ugrottam, ami nekem elég nagy meglepetés, ilyet még sosem csináltam, úgyhogy ennek most örülök. És... ugye most láthatjátok, éppen egy kisebb CPU Digrot képet szeretnék megint összehozni. Ami igazából gyakorlatilag ugyanaz lesz, mint a múltkori, de itt most csak is demo mennel fogok menni. És ez a videó most csak is demo menezésről fog majd szólni, azt hiszem. Úgyhogy remélem élvezni fogjátok, és ennyi. Most akkor menjek is egy kicsikét arrébb HP-ért. HP-t a népnek, ugye hely. Ne, nehogy lelőj, nehogy lelőj. Te ember, ne álljál már belém, légy szíves. Hoppá, valakit levágtunk véletlenül. Jól van, véletlenül azért szereztünk bárkit. Na hát akkor itt is vagyok újra. Az történt igazából, hogy szerveren pályaváltás volt, és természetesen nem Digrolt kép lett a következő pálya. És így igazából másik szervert kerestem. Na hát akkor ezt gyorsan is foglalnám. És azt hiszem kezdődik is maga a játék. Bocs, ezt most nem szeretném. Úgyhogy, ja. Igazából tovább szeretném most gyűjtögetni a fejeket. Egy darab már van is, de ez ugye egyelőre még kevés lesz, úgyhogy... úgyhogy nekem még kell. Én ennyire tehetetlen vagyok. Hoppá, azért... ja, ez így nem lesz jó, ez nagyon nagyokat bír. És hát azért messze el bír ütni azzal a fegyverrel. Na, most inkább nem rohamozok rád, mert akkor leesnék. Valamit engem nagyon blokkolgat itt egy spider bizonyára, de... ennyi volt a játék, nem már. Azért most nem azért, ez tényleg nagyon easy volt. Ne, sosem mi az, védő vagyok. Nem baj, igazából az se egy rossz dolog. El leszek én úgyis. Tudok levegőbe is rohamozni? Tudok bizony, lol, akkor át lehet ugrani szinte bármin. Ezt én nem is tudtam nagyjából, bár gondoltam, hogy lehet, mert azért a sziklán is fel lehet ugrani, de azért én nem tudtam pontosan. Aztán lefejezte gyorsan. Akár csak téged is le foglak gyorsan fejezni. Így. Medik! Hey, medik! És eltaláltam véletlenül, de jó. Hey, medik! Jó, köszi. Csak egy kis HP-t akartam. Jó, itt még van egy, jó. Így. És, nem már beszedték előlem az utolsót, amit még kilelni akartam. LOL, ez de szép volt! Rárohoztam, becsapódtam, és még le is vágtam a fejét. Ez most jó. Megvan az 5 darab fej, ami azt hiszem a maximum itt a... ez a fegyverrel megszerezhető fejekből. És lol, én öltem meg és nem haltam meg, még azt hittem, hogy megölt. Jött, oké, még mindig élek. Az de szép! Megint becsapódás és rögtön leütöttem, úgyhogy ez most megint egy instant kill lett. Azért megy ez még eléggé jól. Na, mi az, hogy nem kapja? Ne! Ez az, köszi, jól van! Jól van, most mondjuk egy kicsikét örülök ennek, hogy belopta. Bár megbírtam ölni, de hát legalább nem haltam meg. Egyáltalán. Ugye nem ez? De ez egy spy, méghozzá nem is kicsit. Hanem nagyon. Ez egy nagyon nagy spy. Jó, akkor most keresünk embereket. Hát ezért a 9 darab fej az már megvan. Elbukni már nem nagyon szeretném, hanem inkább szerez még egy párat hozzá. Azok ott elfutkároznak, az megy haza HP-ért. Most egyre senki nincsen. De itt van valaki, én el is megyek innen. Úgyhogy ja, sziasztok! Nem akarok még meghalni. Itt volt egy kis HP, volt bizony. Azt még nekem kell? Kell még fel, még egy pár. Hopp, céloznak nagyon. De nem hagyjuk neki. A jó demo, mert nem hagyja, hogy lehíjazzák. LOL! Megvan, double kill még. Mindjárt triple lesz. Bár azért nem egy időben volt, de... és megvan a kill. Mennyire durva már. Ti nem szoktam én demo menezni, ezt ti is tudjátok jól. Nem mész haza, öregem. Opa! Ne, átkerültem másik csapatba. Én mondjuk most örülnek, hogy engem lelőttek, de hát akkor is ott álltam a spawnon, és nagy esélyük volt rá. De mindegy, átkerültem most, úgyhogy sajnos támadni kell. De igazából nem baj, és ezért jöttem fel, csak hát, mert ennyire jól tudtam ott eljátszogatni, akkor nem ért is. Ne, és még levágtam, még pont még a levegőbe. Így. Nem, már pont mindig beszedik előlem. De nem adja be. Nagyon nem jó ez. Ugye, mert mindig a csapattársam tudtam igazából. Az szép. Jó, megoldott, hogy elegánsan neki rohannak, az gyerek meg is halt.
egyszer most nagyon követnek valakit, úgyhogy bejövök én is ütni akárkit, akit csak találok. Itt vagy, itt vagyok. Van itt még valaki, nem? De, vannak itt még, vannak itt még. Nem áll, valamiért nem bírtam rohamozni. Nem baj, azért jó az, jó az. Na, egyébként időközben akkor elmondom, ameddig itt befutnunk a spawn, és az ellenséghez, hogy igazából 700 like-ot én vagyok ugye a következő rész, illetve hogyha minél több összegyűlik, akkor már következő nap is meg lesz a videó. Ugye, mint láthattátok, és az előző rész is ezt ugye elmondtam nagyjából, ott már meg is lett a 700 like, úgyhogy mint most tényleg látható is, rögtön egy nap elteltével jön is a videó, tehát gyakorlatilag annyit, hogy összejön a 700 like, vagy annál akár több is, akkor rögtön kaptok is videót. És ez egy szép kill volt pajzsol. És megint védők lehetünk, ami egy jó dolog, úgyhogy próbáljuk meg killelni és megvédeni magunkat. Elegánsan átugrunk, na sikerült megint. Felfutunk szépen, és megpróbálunk megint összeszedni 13 fejet, vagy 12, nem tudom már, egy csomó fej ugye az elő már volt, és annyit megpróbálunk megint összeszedni, de hát ez pont nem volt jó, pedig mi ez? Elvileg... Ja, jó, semmi, akkor hagyjuk, az nem az. Ugye van ez a... Mi ez? Pompás pajzs? Igen, meg a rohamozó pajzs. Nem tudom, is pajzs, mindegy. És a rohamozó az azt hiszem az, amit megszünteti az utánégést, tehát mondjuk felgyújtanak, és utána nem tudsz már égni. Vagy hát kevesebbet sebződsz, vagy valami ilyesmi. És azt hittem, hogy az van nálam, úgyhogy most ezért haltam meg. Égni. Így. Így. És én... Nem, már megint nem bírok rohamozni. Ezt annyira nem szeretem, hogyha ütöttél előtte balkikra, akkor a hitbox miatt nem tudsz utána rohamozni, tehát balklik után nem tudsz rögtön jobbklikkelni, azaz futni. Rohamozni igazából. Úgyhogy ez így eléggé szar. Ezt nem is nagyon szeretem. Az ugye nem egy spy volt, gondolom nem. Hoppá, azért jönnek itt még rendesen. De mi ez? Ez a hitbox a másik, amit nem szeretek. És most nem az, hogy mindig másra fogom a dolgokat, hogy most miért nem sikerült, de ez az gyakorlatilag tényleg a hitboxon múlt, hogy nem adta be egyiknek se a találatot. Ami azért még jött pár. Igazából csak egy darab feljött, úgy látszik. Futás. Jó. Oké, ez eddig jó. És most ne ezt félzett ocsit használni, ha jól láttam, és az ugye full HP-t adnak mindenkire. Most ugye full HP van. De engem hagyjatok már békén, ne gyertek már ennyien. Talán meghalsz akkor, hogyha itt vagy. Na. Én a pályárót akarom, de ne tegyen már akkor. Így. Így kell taktikázni, kérem szépen. Ez szép, meg is oldottuk azért egészen jól. Ok a HP-t, azt köszi. És akkor most pedig leszedjük őket szépen hátulról. Hogyha csak nem. Téged először, írni. Én azt hiszem, ohmozás közben mindig kritet ütök, hogyha közbe ütök valakit, ugye? Vagy ha jól láttam, vagy nem tudom igazából. Ajaj, ne, nem áll, nekem nincs a HP, engem hagyjál már ilyenkor. Megölhetek, léci. Kösz, ez az. Szívesen hagyta, hogy megöljem. Na, valahonnan még azért kellene gyűjtögetni, mondjuk itt lesz még egy kill. Ajaj. De nem már, úristen, szerencsés vagy, gyerek. Jól van, most már inkább taktikázunk. Vagyis hát igazából eddig is úgymond taktikáztunk, bár nem nagyon kéne nagy taktika, hanem csak futni és killelni. De nem baj, most még jobban odafigyelünk. Ott már jönnek is befelé. Ne! Ohoho, repkednek azért még az íjak. És hát igazából nyilak, mert az íjat azt nem ellövik, de nem baj. Így, ezt leszedjük, még mert lelőne. Így, de... Aj, és beszedi előlem a fejemet. Ez az én fejem volt. Hoppá, valakit jól telibe ütöttünk. Az nem tudom, vajon mennyit sebződő, de úgy látszik túlélte valamiért. De ne, úristen! Csak is előlem bírja elszedni a killeket magának, nem bír szerezni. Csak akkor megyek én is inkább direkt külön. Itt megállunk. Így, most látjuk, hogy mikor jönnek ki. Észrevett, ugye észrevett? Hát igen. Hülyeség voltam úgy a damas beállni, utólag jöttem, hogy engem gyakorlatilag simán látnak a spawnjukról. Na és akkor most mi defendeljetek már? Ha hó. Oké, megoldják azok. És én pedig akkor futok is. Még miért lecsukodna a kapu, már pedig mindjárt lefog. Ja nem, még nem fog, mert elkezdtek foglalni. Mindjárt elfoglalják, hoppá. Én jövök akkor inkább segíteni. Tamutot is még betolom, hát valaki pont letamut ki ezek. Hát nem. Rendben, legalább megvédik, ameddig ugye még ott állnak az emberkék. De ez most miért tauntozik? Erre. Ez nem tud megölni senkit. Vagy csak ez a tipikus egyetőleg is rögtön tauntatja mag dolog. Aminek semmi értelme nincsen, de nem tudom, ezt csinálják általában a gyerekek. És? Hova mész? De mi ez? Megint beszedték előlem véletlenül.
Álljatok már rá, hülye gyerekek. Jó, ráálltunk, ügyesek vagyunk. Ígyni. Ott között ugye minket, és ott mindjárt kitúrnak minket a sniperek, íjakkal. Legalábbis van rá esély, ugye. Úgyhogy, na, ez mondjuk jó is volt. Jó, ezt le is vadászom a külőket itt sorba. Így, na még egyet. Így, és akkor én primost innen arrébb is mászok. Ajaj. Jó. Egyet ütök, egyet futok, vagy hát, hogy mondjam. Ó, ez még szép is, és én vadázzuk is, de... Ez de szerencsés, úristen, pont egy kritet ütött rám. Ajaj, pedig annyira jó lett, mert megint felsztekkeltük van nagyon sok fejre. A tuccost. It is fine. Hello. Nézzük ki, hova akar menni. Hát te most nem akarsz, ugye? És te élsz meg, élsz meg, élsz meg, jó már nem. Igen, ez itt viszont... ez nem egy spy, de jó nem, még azt hittem. Várjunk inkább fentről, majd rájuk ugrok, az egy jó kis taktika. Oké, pont lefognak majd zárulni a kapuk is. Édni? Hol lettél, sniper? Itt vagy. Jó, ez megvan. Ajaj, ajaj, jönnek itt közel utána. És vége is a játéknak. Szép volt, szép volt. 5 darab kill, és 5 darab fej már megvan. És megint támadó, jól van. Egészen pörgős ez a játék, meg tele vagyunk killekkel. Na hát akkor, ja. Remélem egyébként tetszik azért, ha bár nem vagyok egy nagy pró, de azért próbálkozok. De ez most mi? Itt meg már nem színváltós. Ja, némelyik, ja igen, némelyik szerveren, vagy a labban is ugyancsak, hogy még mindig ilyen Halloween-es cuccok vannak, vagy szimplán csak van egy olyan item, amivel az hát a teli holdas, meg az ünnepnapos cuccokat lehet használni egy rövid ideig, mondjuk fél órán át, és akinek olyanja van, akkor az így használja meg, látszik. Tehát, mert ezt valaki vagy elnyomta, vagy a szerver abban is olyan volt, hogy látszott rajta. Bár ez nem tudom, hogy... bár ez nem tudom, hogy hogyan lehetne megoldani, de nem baj, valahogyan mégiscsak működött, és ennyi. De úgy látszik akkor, tehát nincsen máson ünneplap, meg semmi ilyesmi. De megint rám kritel, úristen! Milyen fegyverünk van még? Ez, azt hiszem az egyetlen... Ja. Ugye most direkt így fejeket akarod gyűjteni, és direkt ezért vagyok ezzel a fegyverrel. Egyébként ugye azt néztem, a félfaláb, az plusz 15 HP-t ad. Ugye amit én elvesztek a lovatlan fejetlen lovas cucca, azt pont visszakapom a falából, vagy mi az félfalából, igen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó cucc így együtt használva, úgyhogy ez egy... most hát igazából ez biztosan egy ilyen összeállításos cucc, ilyen mi ez? Hát ilyen szett gyakorlatilag, csak én nem tudtam eddig még nagyon róla, de most már ezt is tudjuk. Még nem megyek be inkább. Nem, inkább felmegyek és majd onnan próbok meg rájuk ugrani, ugye az első pár percben is. Még a másik szervet, amikor szépen rájuk ugrottam és úgy haltak meg. Ezt én megpróbáljuk közben hátba szedni. De úristen, pont leugrott, nem április, ezt amúgy killem lett volna. Hát azt hiszem most meg is nyertük így. Nem, azért még védekeznek azok, és próbálkozok még védekezni. Na valaki megint egyébként ráugrottunk, de most nem halt meg. És nem ráugrottunk, hanem azt hiszem csak behitelte őt a pajzsunk. Tehát valakit megütöttünk, de most nem a fejére ugrottunk, így most túlélte. Na hát akkor most még megint megpróbunk rá bejutni. Így szépen felugrunk, ezt már nagyjából megtanultam, hogy hogyan kell. És azt hiszem itt a vége a játéknak, így van. Köszönjük a részvételt. Jó folytatok. Na és most pedig megint védő. Hát igen, azt hiszem ez így eléggé egy hangú most már, úgyhogy ja. Talán ez lesz a vége. Átugrunk pedig megint. Igen, már megszokott kezdés, szépen lemegyünk, hogy ne sebződjünk, megpróbunk erre leugrani mellé. Jól van, megoldjuk azért. Spy vagy? Tudtam. De ilyenkor megkapom rá a fejet, amikor halálított a srác. Ez halálit nyomott ez a spy szerintem. És megkaptam ugyanúgy az egy fejet, úgyhogy úgy látszik, ezt ilyenkor is megadja. Ja, jó ez a játék, megadja ez. Na most legyen már valami ember, hát itt laggolsz mellettem, úristen. Na, jó, nyugi van. Édi. Élsz még? Él még, ez lol. Hogy, na jó, most már nem él. Jó, hát igazából pont egy másodperc elkéstünk, de ezen már nem nagyon múlik. A kill az végül is megvan. Úgyhogy, ja, ez is egy jó dolog. Megint itt fog mellettem laggolni, ez biztos, hogy benne. Igen, itt laggolgatnak eléggé. Hol lett az én rohamozásom? Mi a fene? Leszívták az én rohamozásomat, hogy ez most mi? Előbb még tudtam, most már nem tudok. Most pont ezért most meg is halunk. Na mindegy. Hát tényleg, gyerek, én azt leszívta a rohamot, de az, hogy a feném, azt nem tudom. Na mindegy, biztos igazad van. Most viszont megint be tudnak jönni, úgyhogy...
No, ez egy rejtett járat. Itt lehet feljutni ide. Anélkül, hogy itt... kívülről beugranál. Na jó, hát akkor... Eddig ugye mindig ott jöttem még fel. De miért? Akkor miért nem sebződik a rohamozástól? Bár meghalt. De ez rossz pont ide felugrott. Aha, például nem baj, felbírtuk megvenni. Szia! Ugye nem akarsz engem már... Most mi ez? Ja, jó. Most lett vége ugye a foglalásuknak, és ezért újra kezdődött a játék. Csak azért meglepődtem, hogy mi a fele van. Ezek itt most foglalnak, nem? De... Mi a szar? Milyen lag ez? Estem le és visszalaggoltam a levegőben, rohamoztam, aztán még megint visszalaggoltam. És most tényleg nem az, hogy másra fogom mindig a bakimbak meg az éneket, de ez most tényleg nagyon szemétség volt, mert úgy tudott engem csak is fejvölülni, hogy ugye belaggoltam, és így persze nem tudtam mit csinálni vele. Most ez nem tudom mi a szar volt, de háromszor annyi ideig repültem le, és estem lefelé, mint kellett volna. Na mindegy. Á, beakadt az egér? Ha? Jó, itt vagyok. Itt vagyok. Pont beakasztottam az egeremet véletlenül. Én a sniper-t célzom, nem a mediket, de nem baj, nekem HP kell, nem a sniper. Haj meg, de moment, hátból lőnek mindjárt. Jó, kikerültük. De nem már félzatot, hogy itt most mindenkit végig vagdos, és most jó, megvédtük. Közben ugye kikerültünk három darab sniper lövést is. Ezért egy jó kis teljesítmény. Ajaj. Akár egy darab ütést is kapunk és meghalunk, nem baj, túléltük. Vajlát vagyok, nyugi van. Jönnek itt most viszont utánunk. Nem baj, megvédjük magunkat, mert ügyesek vagyunk. Jajaj, ez viszont izék. Clyde Lamar vagy mi, ami nagyokat. Na, és meghalt, lol, de komoly, megöltük még így is. Jól van, jól van. Ezzel meg közben elfoglalták. Én egy fa vagyok. Kicsikét propántozok, és akkor már. Hát túléltük, jól van. Hát akkor ez egy utolsó kör, és akkor ezzel lesz szerintem vége a videónak. Úgyhogy, ja. Tehát az anyag, hogy 700 like után majd a következő rész, ezt így már elmondtam a múltkor is, hogy ez miért van, vagy ez most mi. Úgyhogy ezt így tartsuk be, és hát amint összen a 700 like-on is a következő. Ez a sár üzenre mindig így lesz, és akkor... Ez a sár üzenre mindig így lesz, és akkor... LOL, de komoly vagyok! És meghalt a gyerek, az eléggé durva volt. Így fordulásból ráadásul. Nagyon szép volt. Hát egy tamut kit is én bead. Most nem ad be. De ez hogyan ölt meg engem bonkolva, amikor ez itt állt mellettem? Nem tudom, hogyan ráugrott a fejemre, és azért halt meg, vagy csak szimplán bebagolt a játékom, úgyhogy... Most úgy látszik, ez történt. Na mindegy, az eléggé szépet szépen leszettük az emberkét ilyen fejére ugorva. Na és akkor most pedig... Kicsikét itt trükközni kell, és oda kellene majd beugranunk. Igen. Ott összegyűltek az emberkék. És megint valakit ledemizseltünk. Nagyon-nagyon durva ez a meg ez a rohamozás. Ne. Jó, van itt még hátra, bőven. Gyertek. Nem áll, taunt kilenni akartam, ez a köcsög meg kell leszúrt. Hát mondjuk nyilván ez a dolga. Tehát azért ez... Valószínű, hogy le akart engem szúrni, de hát nem baj, megpróbáltuk. Megint beugrunk egy... Kicsit így ide, próbálunk, sikerült feljönni. És itt pedig összpontosítjuk ugyebár a csakránkat, és aztán majd lerohamozunk oda megint. Addig megpróbálunk nem lebukni. Vó, azért szép volt. Gyorsan, de befutunk. Elkezdünk tauntozni, bárki jön, akkor azt mondjuk, hogy levágjuk. Az el vagyok itt, mi foglalunk. Ne. De már pont, úristen, ne jó, nem jó. Fenébe, pont az volt, hogy akkor járt le a tauntól, amikor odajöttek, és így onnél meg tudtak engem elni, mert akkor nem bírtam azon, hogy mi volt az a heavy-nek a kezén az a karom. Régen azt hiszem volt egy ilyen fegyver, egy item. Már nem tudom a nevét, de mindegy, volt egy ilyen, úgyhogy lehet ez az volt. Nem vagyok annyira otthon ezekből a heavy cuccokban. De nem már, gyertek már ti is foglalni, egyedül nem tudok most mit csinálni. Nézd meg, ezek csak is a kiére mennek, nem akarnak nyerni. És hát egyetlen foglalni, vagy bármi. Ugorj, feljutottunk? Jó, feljutunk, jó. Most nem fogok mint leugrani, hogy megölessem magamat. Várunk aztán majd, amikor elfoglalják a pontokat, majd akkor jövünk mi is. Megpróbáljuk letámogni. Ez észrevett minket, hogy mi az anyád? Már elnézést a kifejezést, de ez most nem mi az? De, és túléli, nézd meg, esküszöm. Fél HP-t leszettük, de ez, hogy engem miért vette észre vajon? Jó, mondjuk nyilván azért az, hogy elé futott, aha, ez az item. Azért az, hogy befutottunk elé, ez egy kicsikét feltűnő lehet talán. Még a legbénábbaknak is. Na?
De miért nem adta be a tamunkinek, és ez most mi ez? Nagyon nem jó itt valami. Ez a hitbox, ez szar. Kimondom, ez a hitbox szar. Újra kell tervezni az egész. Egyébként most én nem arra fogom, hogy most ezért nem megy, vagy akármi, mert igazából jól megy, meg minden, de... Csak úgy mellékesen ez nekem nagyon nem tetszik, hogy most is például nem adta be a tamut kielmet. Mit csinálsz? Ha, most olyan nagy a szád. Ha, ennyit erről. Én például akkor megyek is ide be a spawnjukra, azt hiszem. Ne, jó vége. Hát akkor ja, szerintem ezzel búcsúznék is. Megköszönöm a figyelmeteket, és igazából 700 like után a következő rész, és azt hiszem ennyi. Úgyhogy, sziasztok!